A VMS három szempontból tartja jelentősnek a rehabilitálásról szóló törvényt. Egyrészt azért, mert ezzel megoldódik a kollektív bűnösség elvének problematikája, másrészt azért, mert a törvény egyik szakasza definiálja, hogy pontosan kik jogosultak részt venni a vagyon visszaszármaztatási folyamatban. Ellentétben a ma még hatályos rehabilitálásról szóló törvényről, ez a törvény részletesen szabályozni fogja azokat az anyagi juttatásokat és egyéb anyagi és nem anyagi jellegű kártérítési típusú kedvezményeket, amelyeket azok az emberek, akik valamilyen jogsérelmet szenvedtek, vallási, ideológiai, politikai vagy nemzeti oknál fogva, azok, amire jogosultak lesznek, amennyiben befejeződik sikeresen az ő esetükben a rehabilitálási folyamat. A bizonyítás minden esetben az államot terheli. A törvényjavaslat maradéktalanul teljesíti azokat a feltételeket, amelyekben a VMS és az Igazságügyminisztérium megállapodott. Ezzel a hatályos vagyonvisszaszármaztatási törvény is pontosabb lesz. A vagyonvisszaszármaztatási törvénynek van egy mondata, amely azt mondja ki, hogy aki a megszálló erők tagjaként részt vett a II. Világháborúban, az nem jogosult vagyonvisszaszármaztatási folyamatban részt venni. Ugyanakkor a vagyonvisszaszármaztatási törvény az nem mondja el azt, nem magyarázza el azt, hogy ki volt, ki tekinthető az úgynevezett megszálló erők tagjainak. A rehabilitálásról szóló törvény ezt meg fogja tenni, és azt fogja kimondani, legalábbis az a szöveg, ami jelen pillanatban a parlament előtt van, az azt mondja ki, hogy azok tekinthetők a megszálló erők tagjainak a vagyonvisszaszármaztatás szempontjából, akik ellen van a II. Világháborút követő időszakból elmarasztaló döntés. A folyamat végére csak azok esnek el a rehabilitálástól és a kártérítéstől, akik valóban háborús bűnöket követtek el. Varga László elmondta, arra is lehetőség lesz, hogy a vajdasági magyar politikum segítségével egyszerre többen is kérhessék rehabilitációjukat.